iható Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az iható Magyarországért. Szép estét kívánok, én Nyulasi Gábriel István vagyok, és ez az iható Magyarországért műsora. Minden adás kísérleti adás. Most éppen a Somlóról hívtunk egy embert, méghozzá gazdát, Balogh Zoltánt. Szervusz! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Balogh Zoltánt, aki tulajdonosa is egyben, és borásza, mondhatjuk így? Jó, rákérdeztem. Én nem szeretem magam borásznak hívni, én a Somlói Apátsági Pincék gazdája. Tehát Somlói Apátsági Pincészet, amely már... Idestova már egy ilyen 20 éves múltat tekint vissza? 2001-ben. Akkor voltak az első telepítések. Hát akkor kezdtük el telepíteni, akkor még ilyen pár száz liter borok voltak, de igazániból 2008-ban jelentünk meg az első borainkkal, tehát most már ilyen 12.-3. évjáratnál tartunk. Na hát ez gyönyörű felívelés, azt hiszem. Hány ezer palacoknál tartotok most kb? Összesen? Összesen. Ha mondjuk, tehát egy közepesen jó évben mondjuk mennyit tudtok a piacra dobni? Közepesen jó évben 7-8 ezer palac az, amit megtermelünk. És hektárban akkor... 3,5. 3,5, tehát ez egy nagyon belátható birtokméret. Így van. És hát a Somlóról, mint tudjuk, a kedves hallgatóknak mondom, hogy végülis egy nagyon emblematikus borvidék, Magyarország egyik legkisebb borvidéke, de egyben egyik legkarakteresebb borvidéknek is mondható, tehát az ásványosság, mint olyan, az abszolút tanítható, tehát ha az ember egy jó ásványos bort akar inni, akkor igyon egy jó somlóit, jó tokait is ihat, de lehet, hogy a somlói borok még ásványosabbak, nem? Nehéz ezt megmondani, hogy igen, az ásványosságot szokták mondani, mint jelzőt. Én azt mondom, hogy a somlói bor az, amire valószínűleg emlékezni fog az ember másnap is. Igen, somlóiság. Egy van egy karaktere, egy egyénisége a jól elkészített somlóinak, ami úgy megmarad élményként. Tehát azt mondja, hogy a somló nem illik és nem is szokás ilyen átlagos, közepes vagy udalmas borokat. Tehát ez egy ilyen kis, ilyen karakteres borvidékről olyan borokat érdemes csinálni, amikor hogy tényleg odavernek az asztalra, és megmarad az emberben. Mondjuk azért ezen kívül azért vannak azért, hát esetleg nem olyan sokan, de kóstoltam már olyan somlói borokat, amelyekben nem ismertem rá a somlóiságra. Lehet. De hát minden borvidéken persze vannak ilyen kicsit hígabb anyagot készítők. Hát ezzel szoktam mondani, hogy lehet az operaházban is fütyörészni. Tehát csak fölösleges, mert nem arra készült. Tehát a somlóról is lehet hétköznapok egyszerű, olcsó ivóborát megcsinálni, csak egy ilyen kis borvidékről. Hát igen, egyszerűen pazarlás. Pazarlás, így van. Pazarlás a dolog. És hát rögtön meg is kóstoltuk az egyik borodat. 19-es. Már itt van a pohárban egy 19-es furmint. Így van. Mit lehet róla tudni? Hát ez egy friss évjárat, ha úgy vesszük. Tehát ez a következő hetekbe kerül forgalomba. A birtokunknak a legmagasabb területén, a legkövesebb, legszigorúbb területén. Végis hamisítatlan somlói, abszolút az ásványosság benne van, egy kis körte, egy kis alma, de nem igazán nem annyira egy gyümölcsbomba, mert miért is lenne az somlóról. De azért a citrusosság és jó kis mély ásványok. Jó, hogy ezt te mondod, mert én nem szoktam elemezni a saját borainkat így. Igen, örülök neki, hogy... De nagyon markáns. Azt hiszem, ez a bor tényleg még csak most kezdi el az életét. És hát végülis már a Somlói Apátsági Pincészet az olyan kvázi, mondhatjuk, hogy 20 éves. Tehát már beszéltünk a birtokról, hogy mekkora, és... Tényleg, beszéljünk egy kicsit rólad is, hogy mióta borozgatsz. Hát borozgatni azt valami gyerekkorom óta, amióta kvázi legális, vagy amióta somlói nagyszülők, hogy egy félkortyot engedtek meg az apukám. Én meg az a generáció vagyok, hogy tőlünk azért egy félkorty bort nem tiltottak le. De igazániból azt mondja, hogy a borokkal komolyabban ismerkedni, azt úgy
ez úgy középiskola után egyetemista évek. Tehát azért a legalitásban, tehát 18 év igen, után igen. inkább. No de hát mi a helyzet most a Somlón? Most éppen, vagy aktuálisan? Hát ugye szület környékén vagyunk, amikor az adásba kör, akkor véletlenül már benne leszünk nyakig a születben. Jó idő van, jó évjáratnak nézünk elébe. Tehát ez a 2021, ez egy kimondottan jó évjárat lesz, mennyiségben nem lesz sok, de egy zamatos, gyümölcsös, izgalmas évjárat lesz, tehát ez egy frankó év lesz. Amúgy Somlón békesség, nyugalom, szeretet van, tehát úgy most egy jó időszakát élő szerintem. Nincs semmiféle csata, nem tudok üzekedés, róla. Tehát mit tudom én, a biotémáról mi a helyzet? Tehát, a biotémával az a nagyon fontos. Hallottam róla, hogy van, és aztán úgy utána nagy csönd. Volt egy nagyon, nagyon fontos és egy nagyon jó kezdeményezés, hogy legyen a somlói borvidék az első igazán szertifikált organikus borvidék. Total bio. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hát nyilván ez nem egyik napra másikra történik meg. Tehát hogy erre át kell állni a gazdáknak. Én azt látom, hogy egy évről évre egyre több birtok áll át. Tehát van egy fejlődés, és előbb-utóbb ez be fog állni. Tehát pozitív az irány. Szerintem én nagyon optimista vagyok. Tehát mi voltunk az első teljesen szertifikált birtok a Somlón, aki az utolsó decig bioszőlőből csinálunk bort, és azt látom, hogy mások is mozognak ezen a vonalon már. És többiek borát szoktad kortyolni? Mindenképp, persze. Krejbacher vagy Tornai? Aztán szerintem, mind is. Tehát te melyik pincészetet szereted jobban? Melyik pincészetet szeretem jobban? Nem sok jelentősége van ennek. Hadd ne válasszak ebben a kettőből. Ez egy kicsit... Figyelj, a Krembacherek a pesgői szerintem nagyon jók, és a Tornanek pedig a top selectionje, ami szerintem egy nagyon kívánó. A Grófiúfark. Hát az a top selectionnek. Vagy Aranyhegy. Így van. Igen, ezek. Mind a kettőnek megvan a maga kreditje. A Tornai ugye az országos a legismertebb somlói borászat, a Krembacher, mert hát a gasztróban majdnem mindenhol ott vannak a pezsgőikkel. Tehát mind a kettő egy elismerendő nagy borászat, nyilván mi kicsik vagyunk, más a stílus, más az irány, mint nekik. Voltak ilyen kis csatározások, hogy az mindig kis van területeket foglaltak itt, ott, amott, végülis a két nagy mogul. Ők veszik a földeket, de hát ez nem a mi, hogy mondjam, nem az én pályám, nem, engem annyira nem ráz meg, nem igazán foglalkozom velük ez. És itt van a poharunkban a következő bor, a sárfehér, öregszemű sárfehér fajta, és 2019-es. Ez egy ilyen újraélesztett fajta, ami a filoxéria után kiveszett a balatoni borrégióról, meg a Somlóról is, és a pécsi kutatók... Ebben van cukor is egy kicsit. Ebben van maradék cukor, igen. Van egy kis maradék cukor, de érdekes, hogy a cukrot mennyire jól ellensúlyozza a jó magas savérzet, és így ezáltal szinte hosszabb is ez a bor. A sárfehér ez egy nagyon, nagyon izgalmas fajta. Nagyon röviden annyit fontos oda tudni, hogy egy extrém későn érő fajta. Tehát amikor a furmint meg a juhfart már ilyen aszú kategóriába jön be, akkor éppen, hogy becsaszolg egy ilyen óvatos érettséggel, ami azt jelenti, hogy a klímaváltozásnak az egyik nyertes fajtája lehet. Tehát ez nagyon, egy nagyon fontos felfedezés. És mennyien termelnek ott a Somlón sárfehéret, végülis tudom, hogy a Somló kincse is. Somló kincse, Andrássy Laci dolgozik vele. És őtőle tudjuk, hogy végül is a kiegyezés tájékán, amikor fölmérték a somlói szőlőket, akkoriban a sárfehér és a furmint volt a két vezető fajta. Így van, tehát meghatározó fajta. Te nem két küvéket nem készítesz? Előbb-utóbb el fogjuk kezdeni azt is. Én egyelőre úgy vagyok vele, hogy kell egy 10-15 évre a fajtákat külön megfejtjük, és utána elkezdünk velük dolgozni egy házasításban. És utána lehet vegyíteni őket. Én utána szeretném őket, igen. Tehát még a sárférnek ez nálunk ugye a második, harmadik évjárata, ez azért még kevés egy szőlőfajtának a megismerésében. Tehát itt kell egy 10-15 év. Igen, nagyon szép, intenzív, mély, ásványosság, virágok, kis barack. És mondom, ez a kis cukorka, ez még külön rak bele egy kis izgalmat. Mi borainkban nem ritkaság, hogy van maradék cukor, tehát ez egy... Igen, mert hát hagyjátok megérni, igen. Nem fogjátok és magas savakkal.
Hát általában, amikor a többiek már befejezik a szünetet, mi nagyjából akkor kezdjük el mosogatni a... Vagy mondjuk nem szokott lenni, hogy mit tudom én, egy bizonyos fajtából savra is szüreteltek, nem, az, az ilyen egy, játékok nem. Nincsenek. Hát inkább az, hogy lépcsős szüret, tehát hogy elindulunk mondjuk most pénteken, szombaton, és minden héten szedünk az élő fajtákból 500 kilót, 1000 kilót, 1500-ot, és akkor így 4-5-6 lépcsővel bejön az összes fajta előbb-utóbb. Tehát van a, nyilván utána van 5-6 hordó, 5-6 féle megoldás van egy-egy fajtából, és akkor azokkal lehet játszani. És volt olyan fajta, ami nagyon nem jött be? Tehát, hogy bepróbálkoztál vele is, és egyszerűen át kellett oltani, ki kellett vágni, mert egyszerűen abszolút nem működött. Olyan nem volt, amivel még van feladatunk, az ilyen kísérleti fajtákból, például lisztes fehérrel, amiben hasonlóan a mézes fehértől nagyon sokat váltunk, azzal még van munka. Az egyik, hát meg például az olasz lizding az egy örök kérdőjel, hogy kell-e? Van, tehát ha tudod, hogy nem kérdés, de én azt látom, hogy a Jufark fur, mint hásverő hármas fogatnál nagyon ritkán szokott nagyobbat szólni. Tehát jó, de valahogy sose fut be az első, második helyre, és ezért én egy kicsit olyan kérdőjelesnek tartom az olasz lizdinget. Igen, lehet, hogy végül is egy kicsit tájidegen is, mert hogy valószínűleg a filoxéra után került be népszerű tévedés, igen, de nem is, hogy a műsorodelők. Inkább az első világháború után, a 20-as, 30-as években terjedt el, volt a Somlón is, már a 1800-as évek másik felében, ismerték, értékelték, de nem tartották egy nagy számnak, viszont az olasz lizding egy nagyon gazdaságosan termelhető, nagyon megbízható fajta, egy válságfajtának. Én úgy, hogy ez egy válság, amikor nehéz idők vannak, akkor lehet az olasz könnyen, lizding. Könnyen és ez inkább a 20-as évek, a magyar borpiac akkori összeomlása. Tehát az 1920-as. Inkább akkor emelkedett föl. Tehát Trianon. Igen, hát igen, mondjuk úgy. Trianon. Amikor a hagyományos piacainkat elvesztettük, meg úgy általában a gazdasági válság is volt, és ekkor növekedett meg. Tehát volt addig is rizling, de az olasz rizling akkor felemelkedett. Tehát ugye ez a sárfehér, fur, mint ezek mind drágábban művelhető a termőhelyre, nagyon igényes fajták. Igen, nagyon szép a száraz próbája és a borna. No, hát folytatjuk Balogh Zoltánnal, Somlói apátsági borokkal. Ne menjetek nagyon messzire, egy kis szünet jön. No, vissza is jöttünk a szünetről, és továbbra is itt van velem Balogh Zoltán, a Somlói apátsági pincészettől. Szia-szia! Szervusztok! És már is itt van a poharunkban egy fantasztikus Jufark 2019-ből, Somlói apátsági pincészet. És hát ez ki is ugrik a fajta, tehát egy ilyen nagyon masszív, tehát ez az állatias kis bujasság. Szoktak régebben így viccelődni, mert félig gúnyból szántak ezek, hogy a far nehéz, amiből nekik is mondom, hogy igen, na az igen. Tehát ez a frankó, nagyseggű, far nehéz, nagy testű, testes far. Tehát abszolút van, ebben van rengeteg sav, van benne cukor, nagy test, és hát az illata tényleg ilyen buja. Hát ez az a Somlónak is, meg a birtoknak is az ez egyszerűs. Abszolút. Ha jó. Te milyen illatjegynek mondanád ezt, amit most érzünk? Én nem szeretek beszélni a saját borról. Tudom, de azért fogsz most egy kicsit. Hát figyelj, én amit mondok, bírsalmára. Uh-huh. Bírsalma lekvár, egy csepp vaníliával. És érdekes, amit nagyon szeretek ebben a jufarban, meg általában a jufarban, hogy van ez a vaníliás illat, amit nagyon gyakran az ilyen barikhordókból. De most ez a milyen nem látott barikhordót, meg új hordót. Tehát ez egy, igen, és mégis ilyen fűszeres. Ez egy 20 éves, 2000 literes hordóban. Vanília, szegfűszeg. Úgy tűnik, hogy ezeket az illatokat, amik máshol hordóval, meg chipszel kell beraknak, ez tudja naturba organikusan egy szőlő. Tehát, és egy kis jakvaj. Hát igen, Somló a Somló. Akkor szerinted így kell kinézni egy jó fur, jó hás helyett jufarknak. Jufarknak. Az se baj, a hásló így néz ki, de jobb az, ha jufark. Én azt mondanám, hogy ezt tartom a jufarknak megfelelő vonalnak. Tehát szerintem jufarkból nem érdemes vékony, ilyen sav, meg szerkezetre épülő. Tehát fröccsbornak nem. Én szoktam ezt is fröccsbe inni, tehát én a fröccsöt is fröccsnek iszom, de én szerintem jufarkból olyat kell, amit tényleg egy buh, odaver az asztalra,
oda teszi magát. Szoktam mondani, hogy mondjuk amíg a hásnőr az egy ilyen balettáncos fajta, a jufar néptáncos. Tehát néptáncos. Ez a lebarnult, izmos testű néptáncos fajta, aminek ugye minden valósága, tehát ez nem egy nemes, nem egy arisztokrata, nem egy ilyen... Igen, ilyen rusztikus, balett, robusztus, igen. Tehát tényleg ez a nagy test, nagy élvezet. És hát most azért térjünk rá egy kicsit szárazabb témára. Mi a véleményed a magyar bortörvényről? Számítottam erre a kérdésre. Beszéltünk. Nagyon gondolkodtam, hogy lehet ezt ilyen 2-3 percben összefoglalni. Az a lényege a magyar bortörvénynek, hogy igazából nem sokat ér. Ami most augusztusban... Mostaniban belekerült csomó érdekes, meg jó dolog, amiben van igen, pozitív... Naturális borok, igen, petnat, ezek nagyon klassz dolgok azoknak a borászoknak, akik ezzel szeretnek foglalkozni. Ez nagyon frankó. De az a baj, a bortörvénynek egyetlen egy nagy sebe van, a kutya nem ellenőrzi igazándiból. Tehát, hogy van egy törvény, de nem véd semmit. Tehát ez, amíg a régen a kólár rá volt, hogy törvédve, és mit jelent? Tehát nem igazán van súlya a bortörvénynek. Nem igazán nincs ellenőrző. Tehát olyan, mint egy busz, amire nem szállnak föl az ellenőrök. Az se. Meg igazániból az utas sem. Meg igazániból a sofőr sem nagyon. Tehát ez egy ilyen avatárja a valóságnak. Tehát nem igazániból van komoly súlya, mert nincs igazániból. Tehát a minőségi bortermelők sokkal szigorúbbak magukkal, mint hogy azt a bortörvény előtt. Tehát azt mondod, hogy kéne egy aktív apparátus, akik így szúrópróbaszerűen járnák a borvidékeket. Elvileg és, ilyen van. És ilyen kommandószerűen lecsapnának. Hát figyelj! Hogy akkor, na ez a petnet, ez hogy jött? Mint igen, jött? Igen, a hegyközségnek kéne. És akkor egy mozgó gázkromatográffal rögtön ki is eneveznék, hogy mi merre, hány méter? Nem lenne rossz. Hát igazából az lenne jó, hogyha hegypásztorok lennének, mint régen, akik figyelik, hogy mi történik a hegyen, mikor szüretelnek, tényleg annyi a szőlő, mint ami megengedett, tényleg nem hoznak-e idegen szőlőt idegen. Tehát, hogy lenne egy komolyabb súlya lenne ennek a történetnek, nem az, hogy gyakorlatilag teljesen önbevallósan, teljesen csak papírszinten létezik a dolog. Tehát nincs. De hát jön most az e-pizzen könyv is, ugye? Hát az most akkor elektronikusan fog nekik kellene. Uh-huh. Tehát nincs igazándiból súlya. Tehát nem, hogy mondjam, Magyarországon piszok egyszerű egy olasz mussürítményből akár somló jufarkot csinálni papíron. Tehát nem bonyolult csalni. Tehát nagyon-nagyon egyszerű átverni a bortörvényt. Tehát sokan csalnak? Egy nyilatkozatodban azt olvastam, hogy egy borász legyen jó fej, és nem egy gyökér. Ja, alapvetően, ez a... Igen. Tehát sok a gyökér? Nem, egyébként figyelj, ami ahol pénz van, meg ahol biznisz van, és ahol le lehet vágni a kanyart, ott mindig is lesz, aki levágja a kanyart. Tehát vannak kanyarlevágósak. Így van, sajnos vannak, és nem tudunk mit csinálni. Tehát ezzel mi, se a kicsik, se a bortörvény. De te beveszed a kanyarokat. Én úgy vagyok vele, hogy kompromisszumot nem nagyon kötünk. Uh-huh. Tehát ameddig azt látom, hogy amint egy kanyart levágsz, ott sérül a somlóiság. Tehát akkor olyan, mint kivennék egy korty ásványosságot, ahogy a szavaiddal élve. Tehát ha elkezdjük levágni a kanyarokat, akkor a végeredmény az megsérül mindenképpen. Tehát szarabb lesz a borkár ezen szépíteni. Tehát ez a... És mi a helyzet a magyar borújságírással? A borújságírással. Ez még gumicsont lenni. Ugye a magyar borújságírásnak rengeteg problémája van. Az első az, hogy valamiért a kánonból kikerült a negatív kritika. Tehát, és ezt nagyon sokan nem értik meg, hogyha nincs negatív kritika, akkor a pozitív kritikát infláljuk el. Tehát, hogyha nem mondjuk ki egy borról, hogy ez a bor már pedig szar, akkor az a szó, hogy ez a bor viszont jó, nem ér semmit. Tehát nehéz ezt. Tudom, hogy ez egy fájó pontot, hogy nem olvasol rengeteg rossz borról, de az igazság, hogy most effektíve most az ember kóstol egy bort, most lehet, hogy van palacvariáció. Uh-huh. Most szerintem azt is, hogyha egy bor jó, akkor az egyértelmű, hogy akkor az jó, akkor itt nincs vita, ha rossz, akkor most még mindig ott van, hogy alapvetően lehet, hogy palackvariáció van, dugós lett a bor, vagy valami kosz került bele, és nem biztos, hogy az egész borászatot jellemzi, és így nagyon emiatt félnek a úgymond kvázi, ha léteznek borújságírók, ezt így nagyon kidomborítani, de tényleg, ha mondjuk van egy borászat, amelyik konzekvensen
rossz borokat nyom a piacra, akkor ez tényleg... Hát azt is, de egyébként egy jó borászatnak is, ha félresül a puskája, akkor azt meg kell mondani, és akkor meg kell tanulnia. Viszont ami a jó borról, az én annyiba provokálnám a történetet, hogy én a jó bort azt úgy tartom, hogy jó, mint a nemecsek, tudod? Tehát az fontos tudni, hogy legyen jó, mint nemecsek. Tehát ne csak finomságról beszéljünk, hanem etikus is legyen, meg ökológiai szempontból legyen jó. Tehát fair trade? Hát legyen, igen, legyen fair trade, legyen organikus, legyen tiszta, legyen naturális, legyen természetes, hát és legyen finom. Kritérium. Tehát hogy ezzel szerintem a borok 80-90%-a már kiesett. Nagyszerű, akkor beszéljünk arról a 10-20%-ról majd. Tehát a borsajtótól azt várnám el, hogy igen, beszéljünk arról a 10-20%-ról, ahol kifizetik az embereknek a munkabérét, ahol tisztességesen dolgoznak, ahol törekszenek a jóra. Hát igen, csak az a baj, a borsajtót nem nagyon fizetik meg. Hát ugye miért fizetnénk meg olyan borsajtót, ami nem dolgozik? Nem? Tehát hogy ez egy ilyen, tudod, egy csiki-csuki. Tehát igen, ez a kígyó, amelyik a farkába harapott, és ez szerintem ez a rendszerváltás óta egy ilyen... Hát ez egy halálspirál a borsajtónak is, meg a kritikának is, hogy mivel nincs valódi kritika, ezért igazániból se a szakma, sem az olvasók nem igazán szeretnek pénzt adni érte. Na jó. És hogy jött be neked az élet a Somlón? Mégis te ott laksz? Ott is lakom. Nem, nagyon nehéz ott lakni, tehát azért sokat vagyunk ott családdal is, meg onnan jövök most is. De állandóra nem szokás van, nagyon kevesen laknak a Somlón. Ez a házlevelő, amelyik a poharunkban van, 2019-es, ő ilyen szokott lenni? Ő ilyen szokott lenni, ez egy nagy szerelem a házlevelő, igen, ez egy, ez egy nagy kedvenc. Egy szépséges szőlőfajta, szőlőnövénynek is gyönyörű, gyümölcs. Nagyon intenzív, tehát ez a... Érdekes, mondhatjuk, hogy nagyon... ez most a legillatosabb a... Hát ezért házlevelő. Igen, igen. Ez a házlevelőnek van egy ilyen... Ez nem egy naturális fajta. Abszolút. Nem egy neutrális, bocsánat. Ja, hogy érdekes a házlevelő, hogy éveken keresztül nagyon nehéz volt a magyar borpiacon ezzel megjelenni. Vagy igen, mégis a Kézi Daniék is próbálkoztak. A házlevelők éjszakájában. Azok tök jók voltak. Azok tök jók voltak, aztán behalt. Kevés jó házlevelő van, kevesen foglalkoznak vele. Voltak nagyon rossz félédes házlevelők régen, még tönkretették. Viszont érdekes módon a külföldi piac az jobban értékeli. Tehát például Amerikában, mostanában ez a házlevelőnek szinte 90% a Kaliforniában, New Yorkban megy el, ott viszont zabálják. Tényleg a portfóliótok az hány százalékban fogy el külföldön, és hány százalékban Magyarországon? A 60-70% export, és a 30-40% Magyarország. Tehát akkor inkább a külföldiek somlóiznak? Inkább, igen. Igen. Sajnos tegyem hozzá, mert nekem az egy régi szívfájdalmam, hogy nem iszunk elég magyar bort, nem iszunk elég jó minőségű bort. És nem iszunk elég somlói. És nem iszunk elég somlói. Tehát azt mondom, hogy minden agrárterméknek az elsőleges piaca a saját régiójának kellene legyen. Tehát nekünk elvileg a Somlóról még a Veszprém megye határán se kéne túllépni. Ezzel együtt vicces, hogy New Yorkban több étteremben mérnek somlói juhfarkot, meg házlevelőt, mint Veszprémben, meg Pápán, meg Veszprémben. Hát gyönyörű, házmézes, házvirágos. És hiperintenzív ez a bor. Ő is már a piacon van? A furminttal fog együtt debütálni. Nagyon jó kis kesernyi és lecsengés, tehát abszolút végülis tényleg nagy-nagy karakterbeli különbség van a furmint és a házlevő között. Mm. Sokan azt mondják, hogy a kettőt jó lenne házasítani. Simán lehetséges, igen. Tehát ez elképzelhető, hogy a jó furmintba kell egy... De hát akkor ez még a jövő zenéje. Mert előbb-utóbb arra is rátérünk egyszer majd. Hát akkor lassan a műsorinunk végére érünk. Akkor szóval ilyenkor mindig szoktam kérni egy kis búcsúzást a vendégtől. Mit üzen a jövőnek, a nagy közönségnek? Hát ha nem azt mondanám, hogy ígyatok több somlóit, meg ígyatok több somlói juhfarkot, furmintot, hásőt. Ez is egy jó üzenet. Szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy ígyunk több magyar bort, több somlói bort, és figyeljünk oda arra, ezt ha lehet ennyi, hogy figyeljünk tényleg arra, hogy a jó bor az nem csak finom, hanem legyen tényleg úgy jó, mint ahogy Nemecsek Ernők jó. Tehát jó. Tehát szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy figyeljünk arra oda, hogy honnan jön a bor,
kik csinálják a bort. Igen, tényleg, hogy legyenek tudatos borfogyasztók. Mi is erre törekszünk, az Igató Bajorországért. Hát köszönjük, Zoli, hogy befáradtál hozzánk. Ezt a beszélgetést még tudnánk folytatni. Órákig. Remélem, hogy még folytatjuk valamikor. Lájkoljátok az Igató Bajorországértot, és írjatok jó somlójakat, somlója apátságtól is természetesen. Köszönöm szépen, minden jót. Ciao, ciao. No, vissza is jöttünk a szünetről, és továbbra is itt van velem Balogh Zoltán, a somlói apátsági pincészettől. Szia, szia! Szervusztok! És már is itt van a poharunkban egy fantasztikus jufark 2019-ből, somlói apátsági pincészet. És hát ez ki is ugrik a fajta, tehát egy ilyen nagyon masszív, tehát ez az állatias kis bujasság. Szoktak régebben így viccelődni, mert félig-félig gúnyból szántak ezek, hogy a far nehéz, amiből egy kis gondolom, hogy igen, na, az igen. Tehát ez a frankó, nagyseggű, far nehéz, nagy testű, testes jufark. Tehát abszolút van, ebben van rengeteg sav, van benne cukor, nagy test, és hát az illata tényleg egy ilyen buja. Hát ez a somlónak is, meg a birtoknak is az ez egyszerűs. Ez abszolút. Ha jó. Te milyen illatjegynek mondod át ezt, amit most érzünk? Én nem szeretek beszélni a saját borra. Tudom, de azért fogsz most egy kicsit. Egy kicsit. Hát figyelj, én amit ha mondok, bírsalmára. Uh-huh. Bírsalma, bírsalma lekvár, egy csepp vaníliával. És érdekes, amit nagyon szeretek ebben a jufarban, meg általában a jufarban, hogy van ez a vaníliás illat, amit nagyon gyakran az ilyen barikordókból. Na most ez a miénk nem látott.